Tisztelt látogatóim, nézőim, hallgatóim és kedves barátaim, az Apák az Igazságért Közhasznú Egyesület folytatja a nemrég megkezdett kapuvári témát. Én bízom benne, hogy sorozat nem lesz belőle, sőt, őszintén szóval nagyon remélem, hogy talán ez lesz az utolsó része, mert hogy a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal pontot tesz ennek a cirkusznak a végére nagyon gyorsan. Ezt azért gondolom, mert aki megnézte a múltkori kapuvári előadásomat, az meglepődött egy kicsit annak a hangnemén, meg a, hát hogy is mondjam, a határozott fellépésen. Meg is kérdezték, hogy hát nem félek én ettől, attól nem, én semmitől nem félek. Ez, ebben a műfajban nem lehet félni, mert értelmetlen, és hát tudják, a félelemnek meg amúgy is az az anatómiája, hogy nem jó tanácsadó, mert ha az ember fél, akkor elkezd habozni, és ameddig habozik, addig bekövetkezik az, amitől félt. No, hát kérem szépen, rendkívül pozitív reakció volt erre a bizonyos videómra. Történetesen a nagymamát, akiről beszéltem, akinek a sérelme okán készítettem ezt a videót, másnap azonnal megkereste, nem Kapuvár, hanem a Győr-Moson-Sopron megyei kormányhivatal, és hát úgy óvatosan mondogatták, hogy hát mama, azért, ez azért nagyon erős volt, hát ezt azért talán nem, de kivizsgáljuk, nyugodjon meg, ki fogjuk vizsgálni hivatalból. Kérem szépen, erre mondtam azt, hogy úgy látszik ez is egy lehetőség, nem kell feltétlenül beadványokat írogatni, lehet, hogy ez hatékonyabb, meg még gyorsabb is. Ugye? Tehát megvolt a hatása, és hát úgy tűnik, hogy a kormányhivatalnál felébredtek. Most azt hozzáteszem, hogy egyébként is az a tapasztalatunk, hogy például Győrben egészen más a helyzet. Tehát a győri járási hivatalban a gyámügy az hibátlanul jár el, az tökéletes. De általában igaz, hogy a nagyobb városokban vagy megyeszékhelyeken azért ott már, hogy is mondjam, nem ilyen véglényeket alkalmaznak, tehát ott azért már általában valamilyen felsőfokú végzettséggel rendelkezni kell ahhoz, hogy gyámügyben dolgozhasson valaki, tehát nem elég egy szánalmas, közepes szintű érettségi, és hát azért elvárnak bizonyos pedagógiai, pszichológiai ismereteket is, tehát egészen más ég és föld, mint ezek a picike kis helyek. Sőt, kifejezetten azt tudom mondani, hogy ahogy megyünk egyre kisebb helyekre, úgy van egyre elképesztőbb, borzalmas kontraszelekció, és hát a nullával azon a színvonal. És persze ráadásul komoly korrupció. Mert ugye minél kisebb helyen vagyunk, annál inkább érvényesül ez a mindenki mindenkit ismer, mindenki mindenkinek a címborája, tehát az valami kétségbejtő. No, kérem szépen a következő helyzet. Én ugye annak idején, amikor ezt a videót megjelenítettem, tehát azzal együtt, írtam ugye egy azonnali felszólítást ennek a bizonyos németné Kalmár hajnalkának, hogy sürgősen adjon magyarázatot arra, amit csinált, illetve korrigálja. Tehát ugye arról volt szó, hogy benyújtott a győri járásbíróságra egy kérelmet, hogy a nagyszülő, és egyébként nyilván az apuka esetében is ugyanezt tette, de hát én hozzában a nagyszülő esetében jutott el, tehát a kapcsolattartások végrehajtását, ugye a nagyszülő esetében, illetve az apuka esetében is a bíróság függessze fel, mert hogy kérem szépen, amennyiben a kapcsolattartás megváltoztatásának vizsgálata során a kapcsolattartás korlátozása látszik szükségesnek, akkor ugye a gyámhivatal kezdeményezheti a végrehajtások felfüggesztését. És persze hozzáteszem, hogy a korlátozás látszik szükségesnek, az azt jelenti, hogy ezek szerint megállapíthatónak tűnik az, hogy a kapcsolattartásra jogosult, a kapcsolattartás jogával visszaél. Ugye vagy a gyermek sérelmére, vagy pedig a kapcsolattartásra kötelezett szülő, tehát a gondozó szülő sérelmére. No kérem szépen, hát ezt mondtuk, hogy egyszerűen elképesztő már gondolat is, hogy egy ilyesmivel előállni például egy nagymama esetében. A nagymama az majd nyilván visszaél a kapcsolattartás jogával, korlátozni kell a kapcsolattartását, és akkor mondom, arról még nem is beszéltünk, hogy másfél éve nincs kapcsolattartása. Másfél év alatt az a bűnöző szemét anya egyetlen egy alkalommal nem adta át a gyereket sem a nagyszülőnek, sem az édesapának. Tömérdek végrehajtási eljárás indul, bírságolták is, tehát magyarán minden kapcsolattartás akadályozása már bűncselekménynek minősül. A bíróság számtalanszor megállapította az önhibáját, és akkor ez a gazember,
németnék Almár Hajnalka egy védelembe vételi eljárásban megszünteti a védelembe vételt, mondván, hogy semmilyen veszélyeztető tényező nincsen a gyerekre nézve. Kérem szépen, az anyuka minden alkalommal megfelelően felkészíti a kapcsolattartásra, hogy itt tulajdonképpen az a probléma, hogy az a szemét apa meg az a szemét mocskos nagymama oda megy és zaklatja őket és nem hagyja őket békén. Na erre mondtam azt, hogy én még egy ilyen mocskos, aljas végzést nem láttam. Egyszerűen szégyen, hogy ilyen végzés valahol megjelent. De hangsúlyozom, a nagymama esetében nem erről beszéltünk, mert ez az apuka vonatkozásában keletkezett ez a védelembevételt megszüntető határozat. Egyébként most beszéltünk az egyesületünk belül, az elnökség tárgyalt erről, és kérdeztem, hogy valaki az egyesületben látott-e már egy ilyen mocskos, aljas határozatot? Tehát találkoztak-e már ilyennel, hogy ilyen vastag legyen a bőr a pofáján egy szarházi szemétlád a gazembernek, hogy kérem szépen leírja egy védelembevételi határozatban, megszüntetési határozatban, hogy az, hogy egy gyermek másfél éve nem látja sem az édesapját, sem az apai nagyszülőket, az semmilyen veszélyeztető tényezőt nem jelent. Arra nincs szükség, hogy az apa meg a nagymama a gazemberek, hogy ott zaklatják őket, pusztán azért, mert hogy az apa látni szereti a lányát, a nagymama meg az unokáját. Hát egyszerűen ilyen aljas határozatot nem láttam. No, de nézzük, hogy milyen választ kapok ettől a véglénytől. Hogy próbál magyarázkodni a sunyi, senkiházi ember? Kérem szépen. Következő, most olvasom önnek. Hát azt mondja, hogy ez a bizonyos a bíróságra benyújtott beadvány, most a számát nem mondom, mert mindegy, hasonló tárgyú megelőző ügyféli kérelem továbbítása, melynek a tartalmáról a bíróság hatáskörébe tartozik dönteni, és hát egyébként döntött is róla a bíróság. És hogy akkor én ezt vegyem tudomásul, tehát még egyszer mondom, azt mondja, hogy az a bizonyos végzés, illetve irat, bíróságnak megküldött irat, amit én kifogásoltam, az tulajdonképpen egy hasonló tárgyú megelőző ügyféli kérelem továbbítása, amit a bíróságnak kellett elbírálni. Na most, az a helyzet, kedves németnék Almár Hajnalka, hogy bennünket nem a Lipót mezőről, az egykori Opniból, tudja, a Diliházból szalasztottak. Mi, hogy is mondjam, el tudunk olvasni egy mondatot, és meg tudjuk érteni, mi van benne, ellentétben önnel. No kérem szépen, idézném talán, hogy az a bizonyos irat mit tartalmaz, amiről ön most azt mondja, hogy ez tulajdonképpen egy megelőző ügyféli kérelem továbbítása volt csupán. No, akkor mondom, jó? A járási hivatal fentiekre tekintettel ezúton kezdeményezi a tisztelt járásbíróságnál a tárgyi kapcsolattartások végrehajtásának felfüggesztését, melynek kéri szíves elbírálását. Miről tetszik itt nekem össze-vissza hazudozni? Hogy ez tulajdonképpen egy anyai kérelem továbbítása, ugye? Hol van az anyai kérelem, ezt csak megkérdezném, mert hogy egyébként a gyárásbíróságra anyai kérelmet nem tetszettek küldeni. Én megint akárhogy látom, nem azt olvasom, hogy az anya kezdeményezte nálunk, hanem azt látom, hogy a járási hivatal kezdeményezi a járásbíróságon. Hát van bőr a pofádon ekkora gazemberséggel ideálni és hülyének nézni az embereket? Te fogsz bennünket hülyének nézni, jó esetben 80-as IQ-ddal. De tegyük hozzá, hogy ellentétben veled mi a jogszabályt is ismerjük, és ugye ez a gyer 32. paragrafus második bekezdése. Az kifejezetten úgy szól, mint ahogy egyébként annak idején a papíron ezt ugye idézetve is lett, hogy amennyiben a kapcsolattartás korlátozása látszik indokoltnak, abban az esetben a gyámhivatal, tehát nem az ügyfél, hanem a gyámhivatal kezdeményezheti a végrehajtások felfüggesztését. Az ügyfélnek ilyen jogosultsága eleve nincs. És akkor te itt megpróbálod a saját szennyedet, trágyádat, mocskodat az ügyfélre kenni. Nem. Ez a trágya, ez te vagy, nem az ügyfél. Az más kérdés, hogy az ügyfél is megéri a maga pénzét. No, hát körülbelül erről van szó. Erre tekintettel mi kértük a kapuvári járási hivatal kizárását, és egyébként én azt kértem, hogy amennyiben lehetséges, akkor állítsák vissza a korábban egyszer már eljárt győri
járási hivatal illetékességét, ugyanis azok tökéletesen, hibátlanul, tisztességgel jártak el, és egyszerűen azért kellett őket kizárni, illetve nem kellett volna szerintem, mert hogy anyuka persze feljelentette őket. Hát kérem szépen, hogyha azért kizárunk egy hivatalt, mert anyuka feljelenti, akkor ilyen alapon anyuka megcsinálhatja, hogy addig teszi a feljelentést minden hivatallal szemben, amíg egy ilyen németnék almár hajnalka féle gyalázatos gazembert nem fog ki, aki majd hajlandó neki gazsulálni és leírni bármit, amit ő szeretne. Tehát ez nem megy. Úgyhogy hát, hogy visszaállítják-e majd, azt nem tudom, de nyilván ez most már itt Kapuváron tovább nem folytatódhat. Ez teljesen egyértelmű. És hát még egyszer mondom, ez az ország szégyene. Tehát, kedves németné Kalmár hajnalka, mondjuk ki nyíltan, hogy ön Kapuvár szégyene, Győr-Moson-Sopron vármegye szégyene. Hogyha esetleg netántán gyermeke is van, akkor nyugodtan kimerem mondani, az anyák szégyene, a női nem szégyene, és talán nem túlzok, azt mondom, hogy az emberi faj szégyene is. Mert ilyet még embertől nem láttunk soha. Tisztelt barátaim, nézőim, hallgatóim, kedves látogatóim, köszönöm, hogy meghallgattak.